Kreatív Sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja. Lassan itt van a húsvét, úgyhogy ideje azon gondolkoznunk, hogy hogyan fogjuk a lakásunkat kidíszíteni, hogyan fogjuk a tojásokat kidíszíteni, és egyáltalán milyen hangulatban fogjuk várni a húsvétot. Én azt javaslom, hogy mivel van még 4 hét időnk, ezért fogjunk neki tojást díszíteni. Igaz, hogy nem főtt tojásra, meg nyers tojásra díszíthetünk ilyenkor, hanem kifújt tojásra például, vagy polisztirén, vagy műanyag tojásra. Ezek tartósak, ezek akár évekig is elállnak. És amit ma el fogunk készíteni, én polisztirén tojáson dolgozom ma, meg műanyag tojáson. Amit ma el fogunk készíteni, az természetes tojáson is elvégezhető, de előtte ajánlatos kifújni a tojás belét. Akkor lássunk hozzá. Van több méretű tojásunk, 6 cm-es, 8 cm-es, 10 cm-es, és ebből több méret található. Én most elsősorban egy 10 cm-est fogok venni, majd egy 8 cm-est, és alapozom. Amíg ezek száradnak, addig bemutatok néhány képeslap ötletet. Tehát fogjunk neki, szükségünk van hurkapálcára. Ezt beszúrjuk a tojásnak a vastagabb felében. Így. Az egyikre matt fehér akrilfestéket fogok kenni, majd lesz olyan, amelyikre feketét, attól ahhoz, hogy különböző hatásokat érjek el. Ehhez egy akrillecsetet használok, aminek elég kemény a szőre, és szépen egyenletesen átkenem. Miért kell fehérrel átkenni, hogyha amúgy is fehér a polisztirén tojás? Azért, hogy a polisztirén tojás, mivel ilyen buborékokból áll, ezért a réseket közöttük ki fogom tölteni. Másik pedig az, hogy ha kitöltjük ezeket a réseket, egy szép, egyenletes felületet kapunk, és a színünk is, például most én erre aranyozottal fogok rámenni, tehát hogyha most egy más színű gyöngyház festéket tettem volna fel, lehet, hogy egymást túlfelerősítenék, és akkor nem lenne egy szép tojásom, ezért mattot és egyenletesen elkent festéket használok. Közben forgatom a tojást, igyekszem arra, hogy sehova ne kenjek fel többet, és minél jobban eloszlassam a festéket, hogy az ecsetvonások ne látszódjanak. Így. Miután szépen eloszlattuk, ezt is bent záradni. Egy következő tojás, 8 cm-eset vettünk, és ezt teljes mértékben feketére kenem át, senki ne jegyen meg attól, hogy én most húsvétra fekete tojást készítek, ugyanis ebből nem fekete lesz, csak ez az egyik technikának az alapja, tehát hogy feketére átkenjük a később dolgozandó felületet. Erre majd mászpasztát fogunk fölkenni, miután megszáradt a fekete akrilfesték. Kezdtünk, és ez is mehet száradni. Amíg száradnak a tojások, addig készítünk néhány képeslapot. Fotokartonokat készítettem elő különböző színűeket, most egy zöld alapra készítünk, és nem egy hagyományos képeslap formát. Igen, miután az alapom megvan, egy világos fűzöld kartont vettem, kiukasztottam egy sor mintalyukasztóval, ami kiesett, azt sem dobom el, hiszen szükségem lesz rá. Ezt ráragasztjuk ide, és erre pedig egy mintás kartonból, egy oldalú mintás kartonból kivágtam egy tojást, és azt ide fogjuk ragasztani, majd erre jönnek a díszítmények. Akkor fogjunk neki. Jó, ezt félreteszem száradni, mielőtt tovább dolgoznék rajta. A második képeslapunk az ibolya színű alapra készült. Itt van egy nagyobb fotokarton, egy A5-ös méretű, amire csíkos papírt ragasztottam, amire aztán tojásformát hullámkartont. Arra egy kis selyemszallag, csipke, egy üvegkő, és ide is dekoratív szallagok kerültek. Ebben már csak azt kell megtenni, hogy éppen jó gondolatokkal kell teleírni. Következő képeslap, amit még készítettünk, az egy bézs alapra készült, egy barna hullámkarton, bordó tojás, egy fém csármot ragasztottam rá, ragasztópisztoly segítségével, és ez pedig aranykontúrral van kihúzva.
Tehát nagyszerűen lehet játszadozni a kartonnal, az egyik lesz így, a másik meg mellette, és ez is dekorációs elemként lehet rajta. Természetesen, hogy a belsejébe is kell ragasztani azt, amire írünk, a sötét zöldön nem igazán fog látszani. Tehát választottam, ez már nem fotókarton, nem vastag, mint ez csak 60 g-os írópapír, de színes írópapír, és saroklyukasztóval a négy sarkát ki fogom lyukasztani. Ígyni, és akkor ez kerül ide be. Kisikolhatjuk, és kész is van, ide lehet írni. Ehhez a képeslaphoz bordópapírt választottunk, ez is 60 g-os, tehát írópapír vékonyságú. Ugyancsak levágom a sarkait. Itt alul kipotyognak a fölösleges darabok. Ez is meg. Tehát az egyik fekete tojásom megszáradt, erre mászpasztát fogunk kenni. A naplemente vöröset. Ez egy irizáló hatású viaszpaszta, mély viasz alapú. A lényege az, hogy a sötét felületre kell fölkenni, és egy ilyen kerámiamáz hatást fogunk elérni, persze színváltó színekben. Ezt vagy szivacsecsettel visszük fel, vagy pedig az ujjunkkal oszlatjuk szét. 2 óra körülbelül a száradási ideje. És akkor lássuk, hogy kezdjük el. És egy ilyen érdekes hatást érünk el velem. Jó, és akkor így, ahogy ráesik a fény, látható a színjátszás rajta. Pillanatra félretesszük. És ezt most félretesszük száradni. Erre a metál lilára lefestett tojásra ugyancsak motivumokat fogok rajzolni aranykontőrrel, és miután az aranykontőr annyira szárad, hogy jöhetek az arany metál festékkel, kifestem az egészet aranyszínűre. Ennyi
lesz, és amikor egy kicsit még szárad, akkor jövök belül, kifestem aranyszínűre, és egy nagyon kevés aranyszínű csillámport fogunk oda beletenni. Miután a kontúrozás annyira szárad, ilyen kis félbevágott gyöngyöket ragasztok rá, nem mindenhová, tehát hogy ne legyen túlzásba vive, mert akkor már elmegyünk a gics felé. Egy, kettő, és ide még egyet is, ezzel bőven elég is lesz. Így. És félretesszük száradni. Az egyik fehér tojásunk is megszáradt, erre ugyancsak gyöngyökkel fogok dolgozni. Egy kis vörös részszínű festéket teszünk ide. És kész van. És miután kifestettük, utána még egy picit hagyjuk száradni. Csak akrilfestékkel végig pöttyözöm. És miután akrilfestékkel is végeztünk, utána a csillámragasztót nyomok a közepébe és terítem szét. És amíg száradnak a tojások, amiket festettünk, addig készítünk olyant, ami hamar elkészül, mert ragasztópisztolyjal ragasztjuk, és más anyagból dolgozunk. Tehát erre a fehér alapú tojásomra gyöngytyúktollat fogok fölragasztani, és filcből kivágott formákat. Egy kis ragasztót nyomok ki, amiben bele helyezem a tollakat. Nincs kezem ügyében, de ez van. Így. Meg még egyet. Igen, akkor nyomunk még egy kicsit. Belehelyezzük az egyiket. Az egyik filc tulipánunkat.
bele a másik fél tulipánt, és középre a virágot. És hagyjuk egy picit száradni. És akkor körbe ragasztottunk rá egy csipke szallagot, és ez a tojás kész is van. Tehát ez is hasonló technikával készült, ennek nem fehéret adtam szint, hanem egy zöldet, egy country zöldet. Arra jött egy papírcsipke, a papírcsipkére a farkasfog, fekete farkasfog, egy kis fém dísz, selyemszallag és egy rózsaszín toll. Öntapadós csipkét ragasztok erre. Nem vágom le, hogy lássuk, hogy mennyire van szükségem. Elindulok a közepén. Szépen ráigazítom. Egy picit meghúzom, hogy feszüljön, és szépen ragadjon rá. Így, miután egymást fedi, még egy keveset ráragasztottam, elvágom. Így, kész. Ezzel meg vagyunk eddig. Egy selyemszallag megy a közepébe. Jó. Éppen csak ennyit. Tehát miután ott hátul megfogtam, ide előre jövök, megkötöm. Megtartom középen, és teszek rá egy bogot, hogy ne bomoljon ki. Így, és a közepére jöhet egy fém dísz. És ez kész is van. Kreatív sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobbi Üzlet biztosítja.